Szeretettel köszöntök mindenkit, szerintem az egész országot foglalkoztatja, hogy ki valójában Magyar Péter, kik állnak mögötte, és melyek a valódi céljai. Az, hogy valaki, valakik állnak mögötte már abból is sejthető, hogy rögtön az első két rendezvénye több 10 millió forintba kerülhetett. Magyarország jövője is függhet ettől a kérdéstől, hiszen lehet, hogy valóban messiás, de az is lehet, hogy egy szörnyű átverés csak, és ezért mi nyomozásba kezdtünk. Három különböző információt is kaptunk, amelyeket komolyabban kellett vennünk. Az első szerint maga a Fidesz áll magyar Péter mögött. A második, hogy Csányi Sándor. A harmadik, hogy az amerikai gyökerű Deep State magyarosan háttérhatalom. Olyan globális nagyvállalatok, mint a BlackRock vagy a legnagyobb Covid haszonélvezők, a vakcinagyártók. Nyomozásba kezdtünk, és ennek a nyomozásnak meg is lett az eredménye, és garantálom, hogy mindenkit sokkolni fog majd, amit végül is földerítettünk, és figyeljenek nagyon, mindent dokumentumokkal, bizonyítékokkal fogok majd alátámasztani. Nos, mielőtt a nyomozásunk eredményét ismertetném, előtte magyar Péterről és a mi viszonyunkról szeretnék néhány szót mondani. A felbukkanásakor azt feltételeztük, hogy Magyar Pétert is felháborította a ügy, és elege van a Rogán Antal féle módszerekből, és tiszta szándékok vezérelhetik. Tájékozódni szerettünk volna, meg akartuk őt ismerni, ezért dúró dóra találkozót kezdeményezett vele. Magyar Péter azonban ezt visszautasította, és inkább betámadott minket. Már akkor látszott, hogy nekünk valószínűleg nem egy az utunk vele. Pedig nekünk valójában örülnünk kellene Magyar Péter felbukkanásának, hiszen egyre több olyan célt, olyan programpontot fogalmaz meg, amelyek már évek óta szerepelnek a mi programunkban. A Mi Hazánk tárta fel annak idején a végrehajtó maffiát, tegnap pedig Magyar Péter már úgy nyilatkozott, hogy non-profittá tenni a végrehajtást, amelyet mi szintén évek óta követelünk. Az alelnökünk Apát István már 2021. december 20-án benyújtotta a Parlamentben az erről szóló határozati javaslatot, amely HPR 17921-es számon került az országgyűlés elé, amelyet ott a többség aztán elutasított. Az elmúlt két évben, amióta a Parlamentbe kerültünk, közel 30 Alkalommal foglalkoztunk a végrehajtásokkal, három törvényjavaslatot, kilenc határozati javaslatot és egy interpellációt nyújtottunk be a témában, és számtalan szor felszólaltunk. Magyar Péter a napokban egy interjúban azt is mondta, hogy földet osztana, amely szintén a mi programunkban szerepel. És érthető, hogyha a népnek elege van a fideszes korrupcióból, a rongyrázásból, az urambátyám rendszerből, az egyre nagyobb jaktokból, érthető, hogyha egyre többen kormányváltást akarnak. Szóval ez mind jól hangzik, csak nehogy éppen arról legyen szó, hogy az elmúlt két esztendőben a szavazóinak a számát megduplázó mi hazánk mozgalom, tehát a valódi harmadik út elfolytása legyen a lényeg és a hatalom átmentéséről, vagy éppen Magyarország gyarmati sorba sűjesztéséről legyen szó. Hogyha ez bebizonyosodik, akkor viszont ez ellen a legkeményebben harcolnunk kell. Volt azért már néhány intőjel. Magyar Péter itt például már sokat jár arról beszél, hogy ő nem is akar senkit elszámoltatni. Ha kormányt váltanának, hogyha ez 26-ban indulnának és sikerülne, akkor jönne elszámoltatás? Ezt is elmondtam ma délelőtt egy másik interjúban, hogy nem szeretek elszámoltatásról beszélni. Pont a kérdeztem önt arról, hogy elszámoltat-e. Azt mondta, hogy nem szereti ezt a szót sem. Én nem el mondtam soha ilyet, hogy elszámoltatás, sem kell László, nem leszek sem Budai Gyula. No de akkor jöjjön most már végre a lényeg, hogy kiket találtunk Magyar Péter mögött. Az első két állításra, tehát hogy a Fidesz, illetve Csányi Sándor áll Magyar Péter háta mögött, Egyelőre nem találtunk bizonyítékokat. Ez nem azt jelenti, hogy ezek az állítások nem igazak, ezek az információk hamisak voltak, hanem ez egyszerűen azt jelenti, hogy mi nem tudtunk perdöntő, egyértelmű bizonyítékokat találni ezekre az állításokra. Meg is ragadom most a lehetőséget, hogyha nézőink tudnak bármilyen bizonyítékkal szolgálni, küldjék el nekem, és azt úgy, ahogy eddig is, most is, azonnal nyilvánosságra fogom hozni. A harmadik információra viszont, amely az amerikai nagykövetséghez, globális nagyvállalatokhoz, az amerikai Deep State-hez, sőt vakcinagyártókhoz vezet, tengernyi bizonyítékot találtunk. Hát mindenek előtt Magyar Péter saját maga ismerte el a Spinoza házban rangos Katalinnak, hogy megkeresték az amerikai nagykövetségről, igaz nem David Pressman személyesen. Nem keresett még a Pressman? Ő személyesen nem. Értem. Erről ennyit mondunk? Nem, de nagyon sokan kerestek közvetítőkön, volt, aki közvetlenül, és én most nem csak ezt a vonalat. Másrészt konkrétan Magyar Péter egyik csalódott követőjétől azt az információt kaptuk, hogy a Magyar Péter mögötti csapat irányítói, akik összekötik őt az amerikai gyökerű körökkel, Nagy Ervin, Molnár Áron és Duda Éva, és bár a két előbbi férfi ember szerepel többet, de a hármasból valójában Duda Éva a legfontosabb szereplő. A színész Nagy Ervin, akit a forrásunk csak úgy jellemzett, hogy a magyar Zelenszky szerepét szánták neki, ott áll mindig a színpadon Magyar Péter mellett, nem is titkolják, hogy ő a fő támasza. Annak idején nem értettük, hogy miért éppen Nagy Ervin színészt hívta meg David Pressman az amerikai nagykövetségen rendezett széder vacsorára. Most már azonban mindent értünk. Molnár Áron, a Noár nevű liberális progresszív mozgalom elindítója, egyébként szintén színész, ugyancsak nyilvánosan beállt Magyar Péter mellé, mozgósított is a múlt szombati tüntetésre. Hát úgy, hogy itt valójában egy furcsa szerelmi háromszögről van szó. Nagy Ervin néhány hónappal ezelőtt árult el a titkot, hogy korábban Molnár Áron jelenlegi feleségével, Duda Évával élt együtt, és a hármas azóta is összetart, jóban, rosszban. Itt például az édes hármasban szerepelnek együtt bevallhatom, nagyon szeretem a szüleit az Évának, és bármikor találkozok velük, akkor kérdezek egy kicsit általában ilyen tudományos téren, és jön egy egyórás olyan előadás, ahol mint egy ilyen kis ilyen nebuló ilyen szabad egyetem őket. Egyébként, igen. No és akkor ki is az a Duda Éva? Táncművész, koreográfus rendező, a Duda Éva társulat alapítója, művészeti vezetője. Édesapja Duda Ernő, virológus professzor, Karikó Katalin mentora, a Szegedi Biológiai Központ Biokémiai Intézetének vezető kutatója, akit Karikó Katalin még a nobel díjátadóra is magával vitt. Dodait de, de itt álljunk meg egy szóra. Azt ugye nagyon könnyű bizonyítani, hogy Nagy-Ervin és Molnár áron ott állnak nem is Magyar Péter mögött, hanem közvetlenül mellette a színpadon. De hogy van ott Magyar Péter mögött, Duda Éva? Magyar Péter a napokban jelentette be, hogy megvan az Egyesületük, amelyen keresztül már hivatalosan is érkezhetnek az adományok, a pénz, finanszírozhatják az egész mozgalmat. Ez az Egyesület a Legyél a Változás Egyesület, amelyet tavaly júliusban jegyzett be a bíróság. Az Egyesület elnöke Tarzoltán, aki korábban a Református Egyház zsinati tanácsosa volt. Mi azonban úgy tudjuk, hogy valójában Duda évájék állnak az Egyesület mögött, amelyet nem is nehéz bizonyítani. A Magyar Péter mozgalma mögötti egyesületet ugyanis tavaly nyáron egy második kerületi Kelemen László utcai lakásba jegyezték be, amely a Benedikt 2002 befektetési szolgáltató kft -jé. A cég egy vállalkozó házaspár B. Barnabás és B. S. Csilla tulajdona. B. Barnabás a Dadu Art Kft-ben is benne van. Ennek az előadó művészettel foglalkozó cégnek pedig a tulajdonosa Duda Éva. A kör tehát bezárult, hiszen a magyar Péter mellé a színpadra is fölálló Nagy Ervin, illetve Molnár Áron mellett ott van a hármas, harmadik női tagja is, Duda Éva. Az ő édesapja, Duda Ernő virológus is megjelent Molnár Áron politikai mozgalmában, a Noárban, ő volt ugyanis a progresszív mozgalom nyolcadik nagykövete is. Nos, akkor most nézzük meg, hogy mit tudunk még Karikó Katalin mentoráról, mesteréről, Duda Ernő virológus professzorról, aki a Szegedi Biológiai Központ Biokémiai Intézetének vezető kutatója a feleségével együtt. Duda Ernőt ugyebár a Covid időszakban az egész ország megismerhette, és az ő nevével ajánlotta a média az oltásokat. Akkoriban Egészen meglepő kijelentéseket tett. Például azt mondta, hogy ennek nem lesz vége, míg mindenkit be nem oltunk. A gyerekeket is, az öregeket is. Duda Ernő szerint, ha másképp nem megy, ki kell kényszeríteni, hogy mindenki beoltassa magát. Ezt lehet úgy, ahogy mondta Duda, hogy a rendőr elviszi. Meg úgy is, hogy lesz majd egy zöld kártya, amely többlet jogokat biztosít az oltottaknak. Azaz, hogyha valakinek van ilyen, akkor mehet a presszóba, a moziba, ülhet a repülőre. Akinek meg nincs, az mindezt nem teheti. Az utóbbiaknak pedig előbb-utóbb választaniuk kell. Elmennek az erdőbe remetének, kihalnak, vagy beoltatják magukat. Duda Ernő tehát mindenkit beoltott volna, méghozzá 3-4 havonta folyamatosan, és kifejezetten a mentoráltja Karikó Katalin nevéhez kötődő emerenes technológiát ajánlotta mindenhol, a többi oltást Kőkorszakinak nevezte. Tette mindezt látszólag önzetlenül a tudomány nevében. Meg is védte őt Molnár Áron, amikor Duda Ernő professzor a Noár Mozgalom 8. nagykövetelet, és kritikával illették őt Molnár Áron mozgalmának Facebook oldalán. Úgy érvelt, hogy Covid ügyben az érdekvezérelt politikusok helyett hallgasson inkább mindenki az olyan tudósokra, mint Duda Ernő, akit ugyebár nem érdekek vezérelnek, csupán a tudomány. Csak hogy mi találtunk itt valami kicsinke érdeket, mégiscsak. Karikó Katalin mentorának, Duda Ernő virológus professzor fiának, Duda Éva testvérének, ifjabb Duda Ernőnek, ugyanis volt egy cége, amely kőkeményen összekapcsolódott a vakcinákkal. Tudni illik, ő volt az alapítója, vezérigazgatója és legnagyobb részvényese a Solvó biotechnológiai zrt -nek. Ez a cég több 100 millió forintos Állami támogatásokat kapott, mind a balliberális, mind a 2010 után hatalomra jutó Fidesz kormányok alatt. A gyógyszer kölcsönhatások területén kutatás-fejlesztési tevékenységével piacvezetőnek számító céget aztán 2018-ban mintegy 7,5 milliárd forintért vásárolta fel a francia országi Citox Group. Egy évvel később, 2019-ben, tehát közvetlenül a COVID megjelenése előtt, aztán a Sitox Labot és vele együtt a Solvo biotechnológiai KFT-t, aztán felvásárolta a Charles River Company. Ugyanakkor elnök vezérigazgatóként továbbra is Duda Ernő állt a Solvo biotechnológiai vállalat élén. És lásd csodát! Az Ausztrál Gyógyszerügynökség jelentése szerint a Charles River végezte az emerenes oltások fertilitásra vonatkozó állatkísérleteit. De ami még ennél is izgalmasabb, a Moderna és a Charles River stratégiai együttműködést jelentett be a Moderna új, MRNS terápiákra irányuló nem klinikai fejlesztési tevékenységének növelése érdekében. Magyarul a Dudaernő cégét felvásárló Charles River Company, amely Dudaernőt azért vezető pozícióban hagyta a Covid járvány végéig egészen 2022-ig, részt vett a Moderna MRNS fejlesztéseiben. A Charles River Company-nak ráadásul a Moderna mellett a másik nagy vakcinagyártóval, az AstraZeneca-val is volt közös biznisze, aminek érdekében még nagymértékű fejlesztéseket is folytattak. Itt például arról számolnak be, hogy a Charles River Laboratories 8 millió eurós telephelybővítést jelentett be Balinában a COVID-19 vakcinák sorozatgyártási tesztelésének megkönnyítése érdekében. Az már csak haba tortán, hogy a Charles River részvényesei között felbukkan a BlackRock és a Vanguard neve is. Így aztán kicsit hiteltelen volt, amikor Duda Ernő úgy ajánlotta egész Magyarországnak az mrna oltásokat, vakcinákat, a többi oltást pedig ugye kőkorszakinak nevezve, hogy közben ezek szerint családi érdekeltségük volt az ilyen típusú vakcinákban. A Duda család egyébként éveken át az amerikai Egyesült Államokban élt az ifjabb Duda Ernő, a Magyarországi Amerikai Kereskedelmi Kamara elnök helyettese is volt. De nem csak Amerikához és a globális nagyvállalatokhoz kötődnek ezer szállal, hanem a magyarországi balliberális pártokhoz is. Duda Ernő ugyanis annak a skeptikus társaságnak volt az alelnöke, amelynek az alapítója, elnöke Vágó István a Demokratikus Koalíció elnökségi tagja volt. Így már aztán érthető, hogy Magyar Péter miért a szintén jelentős részben Amerikából finanszírozott partizán YouTube csatornán keresztül robbant be a köztudatba, és vált hirtelen az új messiássá. Most mindezen információk és bizonyítékok alapján mindenki eldöntheti, hogy elhiszi azt, hogy Magyar Péter fogja felemelni Magyarországot. Egy dolog azonban bizonyos, hogy ő nem a harmadik út, ugye ő az elsőből érkezik, tehát a Fidesztől, és a másodikba tart éppen, ami az amerikai gyökerű globalista pénzemberek útja. A harmadik út az pedig a magyarok útja, amelyet a Mi Hazánk mozgalom képvisel már évek óta. És van itt még egy rendkívül fontos dolog. Június 9-én ugyanis nem belpolitikai választások lesznek, nem lesz semmiféle kormányváltás, európai parlamenti képviselőket fogunk majd megválasztani. És lehet, hogy pontosan az a globalisták célja, hogy minél kevesebb antiglobalista képviselő kerüljön be az európai parlamentbe, látjuk a rágalomadjáratot, látjuk a kampányokat egész Európában, és minél kevesebb olyan antiglobalista képviselő lesz majd az európai parlamentben. Akik meg akarják akadályozni Ukrajna támogatását, felfegyverzését, finanszírozását, vagy éppen uniós tagságát, az annál jobb lesz a globalistáknak, és így aztán kevesebb olyan képviselő lehet mondjuk az Európai Parlamentben, mint amilyenek a mi hazánkos képviselők lesznek majd, akik például meg akarják akadályozni azt az őrültséget, amit mondjuk Emmanuel Macron Franciaország elnöke jelentett be aki csapatokat, európai csapatokat vezényelne, küldene Ukrajnába. Egyébként az az Emmanuel Macron mondta ezt, akire rendszeresen hivatkozni szokott egyfajta modellként Magyar Péter is. Végezetül pedig ne felejtsenek el feliratkozni azok, akik még nem iratkoztak fel ide a YouTube csatornámra, hiszen nincs ma még egy olyan parlamenti párt Magyarországon, amelyet annyira elhallgatna a média, mint a mi hazánk mozgalmat.